Meglepetéssel kezdődött a Csóri Sándor Társaság és a Vörös Marti Társaság irodalmi estje. Vakler Anna egy moldvai népdallal köszöntötte a megjelent irodalombarátokat, hogy aztán Bakonyi István, József Attila díjas irodalomtörténész moderálásával bemutassák Janku Laura író, költő és néprajzkutató a Vágány mellett címmel megjelent legújabb verseit. Az ő kötetei mindig különlegesek, ez a 9. verses kötete egyébként, és ahhoz képest, hogy mi nagyon fiatal szerző, én azt hiszem, ez szép teljesítmény. No, de nem a mennyiség bűvületében vagyunk, hanem annak a minőségnek a bűvületében, amit az ő költészete jelent. Azt hiszem, hogy a mai kortárs lírában róla nyugodtan elmondhatjuk, hogy mondjuk Pirinszky János méltó utóda, hiszen a saját bevallása szerint is Pirinszky, vagy éppen Csóri, vagy éppen Hervai Gizella voltak azok a költők, akik hatottak rá is. A moldvai Csángó magyar faluban született József Attila díjas költő legújabb verseskönyve 5 ciklust ölel fel. A személyes hangú szabad versbeszédbe foglalt vallomásos lírában egyként ötvöződik az archaikus népi kultúra és a modernitás, a gyermekkor Csángó hagyományai és a világvárosi lét az ingázás pillanatképei. Nagyon remélem, hogy ha nem is korszerű, de a mai valóságot tolmácsolja, vagy hát egészen pontosan a valóság egy értelmezét, és én azt remélem nagyon Pilinszky tanácsára és Pilinszkyvel együtt valva, hogyha az ember kimondja a rettenetet, vagy szembenéz a rettenettel, akkor egy picit meg is szelídül az a rettenet, vagy kiderül, hogy az nem is olyan veszélyes. Az est különlegessége volt, hogy a tartalmas diskurzus mellett bemutatták a Janku Lauráról nemrégiben készült portréfilmet, amelyben mélyebb bepillantást nyerhettünk mindennapjaiban, megismerhettük tudományos kutatói tevékenységét, a moldvai magyarság vallásosságának és identitásának őrzőjének küldetését.